Az 5000. kortojázót köszöntötte Lestján Balázs alpolgármester karácsony előtt a 60-i jégpályán. Molnár Boglárka örömmel vette át az ajándékokat, köztük egy bérletet, amit, mint fogalmazott, biztosan ki fog használni, hiszen sok időt tölt a pályán. Körülbelül ilyen 5 éves korom volt a kortojázó, és nem tudom, mit szeretek benne. Jó. Lestján Balázs kifejtette, hogy az elmúlt években egyre népszerűbb a kortojázás, és egyre többen veszik igénybe a jégpálya szolgáltatásait. A 60-ban két jégpálya is van, egy a sportolóké, ahol kifejezetten a jégkorongozók veszik birtokba a pályát, ez pedig azoké, akik éppen a szabadidejüket kívánják eltölteni itt a főtéren. Sokan veszik igénybe a jégpályát 60-ban, és nem ritka az olyan év, amikor 20 ezer ember is megfordul itt a jégpályán. Még bátran kipróbálhatja bárki a kortojázást, hiszen a főtéri jégpálya még egy hónapig várja azokat, akik a télies jeges sportokkal szeretnének feltöltődni.